Hát először is nem lenne baj, hogyha már nem 0-2-ről kellene kezdeni a meccseinket. Valami nem működött jól az elején, nagyon gyámoltalanul játszottunk, ami a legnagyobb probléma az volt, hogy ugye nagyon rosszak voltak a passzaink, nem ismertük igazán megcsinálni a dolgainkat, és ennek ez lett az eredménye, hogy a gyáva népnek nincs hozzája. Úgyhogy ez ki is jött nagyon hamar, aztán utána valamelyest elkezdtek futballozni, volt 2-3 egymást követő passz, és már teljesen más lett a mérkőzés képe. Hát, sajnálom megint, hogy ilyen hátrányból kellett indulni, de végül is így kettőt rúgtunk, ez a fél időben már kiegyenlítődött. Who said he is not a central defender? So I think he is able to play. This is not the point. The point is we're losing a little bit our concentration because of the situations that happened. We were in the lead. We were fantastic in the game and we control everything. But especially the skills from Gazdag, we know this. And they did very well. They come back in 1 minute. And this is tricky. But of course it depends on us. And we know we make these mistakes. It was not necessary. But afterwards, I think we're coming back and it's good. Én nem mondanám, hogy Csongi nem középső védő, tulajdonképpen eddig bármelyik posztra bevetettem mindenhol helytállt. Az egész helyzet olyan szerencsétlenül alakult, hogy egymás után ugye jött ez a két sérülés, akkor pillanatokon belül bekaptuk a két gólt, a 11-esből meg az akciógólból. Tudjuk, hogy Gazdag kiváló játékos, és nagyon nehéz őt megállítani. Plusz hát a hibák, amiket elvétettünk, azt hiszem, hogy ez így összességében eredményezte a mai döntetlent.